Az Óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola bemutatta legújabb projektjét, az Óbecsek kiszínezve című kifestőkönyvet, mely 18 illusztrációt tartalmaz városunkról. Az Óbecsei Városi Múzeum zsuffolásig megtelt termében a tanárok és a diákok csapatmunkájára, a gyerekeknek szóló városnézők kalauz bemutatójára voltak kíváncsiak, amely a diák szövetkezeten belül működik ebben az Óbecsei Általános Iskolában. A gyerekekkel csapatmunkában készítettük el ezt a mi kifestőnket, a diákszövetkezet és a rajzszakkör keretein belül. Volt egy olyan ötletünk, hogy megismerjük Óbecsét, és mikor rájöttünk arra, hogy elég sok épületet, helyet nem ismerünk, akkor egy kicsit bővebben elkezdtük tanulmányozni, hogy mi is mi. És akkor így jöttünk arra, hogy fotókat kezdtünk készíteni, akkor fotókat válogattuk, és a kiválasztott fotók alapján készítettük el az illusztrációkat, amik bekerültek ebben mi kis színezőnkbe. Az volt a célunk, hogy ha már mi megismertük részben, akkor a többi gyerekkel is megismertessük a színező keresztül, és hogyha még a szülők is kicsit belepillantanak, és a QR kódot beolvassák, és utána olvasnak, akkor hát, ha ők is valami újdonságot fedeznek fel a városukról. Köszönetet kell, hogy mondjak a tanároknak, történelemtanároknak, szerb, magyar, német, angol tanároknak, akik a kerettörténetet ezt így egészét tették és lefordították, úgyhogy egy csapatmunka volt, amiben öröm volt részt venni. Egyáltalán nem könnyű ilyen grafikát készíteni a Becse nevezetességeiről, valami nagy felelősség. Élmény volt társaimmal ezen a projekten dolgozni. Büszke vagyok, hogy rajzaim is meg vannak jelenítve a fedőlapján ennek a színezőnek, és nagyon sok munka volt vele, hogy ilyen szépen nézzen ki. Az Óbecsek kiszínezve kifestőkönyvben műemlékek, vallási, oktatási, valamint kulturális és művészeti jelentőségű épületek találhatók. Mindegyikhez tartozik leírás szerb, magyar, angol és német nyelven a QR kód beolvasásakor.